Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, az imádságról tanulunk a katekizmus alapján. Megszólítja Isten Mózest az égő csipkebokorból. Ez az esemény az imádság egyik ősi képe marad a zsidó és keresztény lelki hagyományban. Csak ugyan, amikor Ábrám, Izsák és Jákob Istene szólítja szolgált Mózes, ez azért van, mert ő élő Isten, aki azt akarja, hogy az emberek éljenek. Kinyilatkoztatja önmagát, hogy megmentse őket. De nem teljesen egyedül, és nem közreműködését nélkül meghívja Mózest, hogy elküldhesse, hogy csatlakozzon az emberek iránti részvétéhez, megváltó művéhez. Olyan ez, mint egy isteni könyörvés ebben a küldetésben, és Mózes hosszú vita után a megváltó Isten akaratához igazítja a saját akaratát. De ebben a párbeszédben, amelyben Isten közli önmagát, Mózes megtanul imádkozni. Kitér, ellenkezik, mindenek felét pedig kér, kéréseire válaszolva az Úr elárulja neki kimondhatatlan nevét, és kinyilatkoztatja magát nagy tetteiben. Testvérek, a keresztény imádság úgy kezdődik, hogy Isten szólt. A pogány szólítgatja Istent. Igazából nem ismeri megszólítani. Ahogy talán már mondottam, egy tudományos, komoly kutatás kimutatta, hogy a pogány vallásokban és a Biblián kívüli vallásokban igazában sok Istent imádnak-e vagy egyet. Hát ott van a sok Isten imádás. De azért a pogányság tudja, hogy az Istenek fölött van a sors például. Tehát, hogy csak egy valaki. De azt nem lehet megszólítani, mert nem is szólt. Az valami, amikor sajnos keresztény katolikus magyarok mondják, hogy a sors. Mi az, hogy sors? Ilyen nincs. Ezért szólnak az Isten kisebb megjelenéseihez. A tűzhöz, a csillagokhoz, a vízhez. De azért sejtik azt. Filozófusaik meg ki is mondják. Arisztotelész tanítja, hogy a mozdulatlan mozgató, de az nem valaki. Hogyan mernénk mi megszólítani? Egy remek dolgozatában Szent Atyánk éppen ezt dolgozza fel, hogy nem is az, hogy egy istenit vagy sok istenit. Hiszen a pogánynál is van egy olyan irányulás, hogy csak egyetlen principiuma, alapja van a mindenségnek, de az megszólíthatatlan. Azzal nem lehet beszélni. De most itt kezdődik a keresztény imádság, hogy Isten szól. És megtanítja az Ószövetséggel azt, hogy én vagyok. Tehát ő valaki. És azok nem istenek, akikhez eddig imádkoztatok. A földrengésben nincs jelen az Isten, mondja Illésnek. A mennydörgés nem Isten. A víz azon nem Isten. A nap és a hold nem Isten. A világenergiák nem Isten. A csillagok nem Isten. Én vagyok a te Uram Istenem. Ez egy olyan döbbenet. Ezt az emberiség nem találhatja ki. Testvérek, ez pszichológiai lehetetlen. Nagyon fontos azt tudni, hogy a zsidóság, Izrael a pogányságból jön. Ábrám a pogányok között van. Ez a valaki megszólítja. És arra tanítja, hogy a többivel ne is állj szóba. És ez a mózesi jelenet is azzal kezdődik, hogy Isten szól. Úgy közeledik hozzá, ahogy egy pásztorhoz lehet közelíteni. Ég egy bokor, de nem ég el. Nagyon intelligens ember ez a Mózes. Mert egy dolog izgat csak, ami ég, de nem ég el. Ilyen az emberi lélek. Honnét van az ember szabadsága?
Tehát valami, ami nem úgy működik, mint ez a világ. És oda megy, és közelít, vedd le a sarudat, szent ez a hely. És akkor bemutatkozik. Ábrám, Izsák és Jákob istene vagyok. Ugyanaz, aki szólt az ősatyáidhoz. És azért jött el Isten, hogy egy küldetést adjon Mózesnek. És azt mondja, Uram, én dadogó ember vagyok. Én nem tudok oda menni a fáraóhoz. Látjátok, az imádság az mi az igazi imádság? Sokszor ilyen, hogy Uram, ezt nem értem. Képtelen vagyok rá. Küldj másokat. Nem, te fogsz elmenni. De hát, ha majd megkérdezik, hogy mi a te neved, és akkor bemondja azt a csodálatos nevet, lefordíthatatlan. Én vagyok, aki vagyok. Azt is jelenti, én vagyok, aki mindig veled vagyok. Ne félj. Tehát itt már fölvázolódik az imádság, testvérek, ne mondjátok azt, hogy Isten hallgat. Ez káromkodás. Mert Isten szólt. Utoljára fia által szólt, akit agyon vertünk, és a kereszten megbénult az ajka. De mindent elmondott. Olvasd az evangéliumot. Ne várj hangokat. Mi akar üzeneteket kapni. Ma ez a divat. Mindenki üzeneteket kap, könyveket írnak tele, üres vallási szövegkel. Megkaptuk az üzenetet. Minden sora az evangéliumnak neked szól, mint a senki a földön nem élt volna. Ez az imádságnak az alapja. Az Isten kezdi az imádságot. Ő szól. És majdnem, hogy azt mondjuk, hogy ő kér. Kéri Mózest. Menj oda a fáraóhoz. Egy embernek kell oda menni. Fáraó nem ismer engem. Én majd veled leszek. Jaj, de csodálatos dolog ez. Hogy Isten téged kér. Hogy neveld fel ezeket a gyerekeket. Nem én nevelem fel. Majd erőt adok. Hogy legyél jó pap, tiszta életi pap, majd én erőt adok neked. Testvérek, az imádság az olyan nagy misztérium, a katekizmusban olyan gazdagság van, hogy majdnem, hogy az egész szent történet nem más, mint Isten szava és az embernek a válasza. Egy imádság. És itt van, hogy mondja a katekizmus, hogy Mózes meg tudom imádkozni, kitér, ellenkezik. Kér. Kérdéseire válasz, elárulja az Úr az ő nevét. Most a szentekkel foglalkozom, hogy a magasság és mélység köteteibe a szentek is bekerüljenek. Hát elég nehéz, de csodálatos világ. Éppen most, délután, Szent Mónikával foglalkoztam. Valami csodálatos. És kiemeltem az életéből egy rettenetes éjszakát, ami egy szörnyű reggelre virrad, és egy csodálatos estét, amely egy végtelen békességű éjszakába visz. Ágoston az ő szeretett fia. Beíratta a katekumenek között, megkapta a sót, ne romolj meg. De féltek az ókeresztények megkereszteltetni a fiatalokat. Ebbe tombol a természet. És megkeresztelése után ocsmány bűnöket fog elkövetni, mi lesz vele? És Ágostonnal bekövetkezett. Még a perverzió is. Minden elköstelenség. Ott van mindig mellette Mónika, hogy megmentse. Állandóan imádkozik 30 éven át. Valószínűleg már ideges volt egy püspök, és azt mondta, hagyd már, nem veszhet el a könnyek gyermeke. És most elhatározza Ágoston, hogy elmegy Rómába. Na hát csak ez kell. Abban a nagy erkölcstelen városban, és nem leszek mellette. Elkíséri a kikötőik, és míg Ágoston alszik, fölkel és Szent Ciprián vértanú püspöknél, egész éjszaka küszködik az Istennel. Nem engedheted el, Uram. Vagy pedig én is vele menjek, és megvirrad. És rá kell döbbenni, hogy Ágoston becsapta, elutazott. Meghallgatta Isten Mónika kérését, mert ha nem utazik el, nem találkozik Milánóba Ambrussal, itt van a két szereplő, ott van Ágoston. A szívet tartja, ő ismeri az embernek a belsőt, itt van Ambruss.
a nyugati egyháznak az oszlopai, ha nem hallgatja vasárnapi beszédeit, ha nem találkozik ezzel a végtelenül intelligens művel, neki való főpappal, mi lesz vele? Ágoston Afrikába elveszett volna. Hiába van ott Monika. Leszed észre? Meghallgatta az Isten. Azzal, hogy nem teljesítette, amit kér. Isten átlát rajtunk. Előtted áll minden utam. Nagyon nagy bizalommal kell ráhagyatkozni. És életének utolsó estéje, amikor Ágoston megkeresztelkedik az ő törvénytelen fiát, aki parázsaságból született, Adeodátus, Isten adta, így nevezte el, meg Alipipszal a barátjával együtt merül be a keresztelő medencébe, Ambrus megkereszteli. Van az a legenda, hogy följön a vízből, akkor ihletetten éneklik, téged Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, téged örök Atya Isten, mindegész, hogy áld és tisztel, hogy akkor születik a te Deum. Hát körülbelül ekkor, és Ágostonnak köze is lehet hozzá, de hát nem így. Kassiciumba elvonulnak egy baráti körével, szent életet élnek, és ott van Monika. És amit nem ismert kérni, megéri az, hogy pappá szenteli. Püspöki szentelését nem éri meg. És ott vannak Osztiába, hogy visszamennek Afrikába. És egy este az ablak mélyedésbe beszélgetnek. Olvasd el azt a részt. Egy anya és a gyermeke. Milyen az az örökké valóság? Mi ez a föld? Milyen semmi nekünk? Pár nap múlva lázat kap Monika. Haldoklik. És azt mondja, hagyjátok ezt a testet eltemetni ott, ahol meghalt. Ágoston megrémül. Hiszen egész életében azzal törődött, hogy a férje mellé temessék Afrikába, Patricius mellé, akit katekumenné tett, és a halálos ágyán megkeresztelték. És most azt mondja, ez a nagy, a halál kellán nekünk, hogy nagyvonalúak legyünk. Olyan mindegy, hogy hol temetitek el ezt a testet, csak emlékezz meg rólam az Úr oltáránál. Tehát Ágoston korában a megholtakért imádkoztak a misében. Töldeljétek el ezt a testet ott, ahol elpusztult. Testvéreim, az imádság sokszor küzdelem, és végül is az ember megadja magát. De hogyha már a katekizmus említette Mózes, akkor Szentatyánnak két nagy könyve jelent meg, két kötet, a názáreti Jézus, és az egyikben egy megrendítő, mély gondolatsor van Mózessel kapcsolatban, és az imádkozó Jézussal kapcsolatban. Azt mondja, hogy a messiások szóló jövendelékesek általában királynak mutatják be a messiást. Fölkent király. Egyedül a második törvénykönyv, a Deuteronómium beszél úgy róla, hogy a próféta, aki Mózeshez fog hasonlítani. Deuteronómium ugye a Mózes öt könyve. Teremtés, kivonulás, leviták, számok, második törvénykönyv. El kell olvasni. Ez a magja kinyilatkoztatásnak. És ez az utolsó, Mózes nagy beszédeit foglalja magába, és ott azt mondja Mózes, Isten Mózesnek, hogy majd hozzád hasonló prófétát fogok támasztani neked. Na most egy zárójelet nyitunk, de ezt jegyezzük meg. Minden vallás törődik, nem csak azzal törődik, hogy honnét jöttünk, hanem hogy hová megyünk. Minden vallás kidolgozza a technikáját, hogy hogyan tudná bepillantani a jövőbe. A Delfi Jósta, a mostani horoszkópok, meg mindenféle marhaság, bocsánat. És Isten ezt megtiltja Izraelben. Ki kell írtani a népből, aki ilyen tesz. Húha! Egy katolikus pedig jósnőhöz megy. Nem áldozhat, amíg ettől meg nem szabadul. Ki kell írtani a népből, az Ószövetségben. Persze olyan követelmény ez, amit alig tudnak betartani, hát hiszen ez a vallásuknak a lényege, hogy bepillantsak abba, hogy mi lesz 2015-ben, és mi lesz velem, egy más utat jelöl ki Isten. Bízd magadat, ér rám.
Én ígéreteket adok neked, beteljesedik, és majd minden nagyobb ígéreteket. A jövődet bízd az én kezemben. Egy teljesen új mód. Ne csodálkozzunk, hogy az a Saul király, aki kiirtotta ezeket a javasasszonyokat, meg jósokat, meg halott látókat, élete vége felé, egy nehéz helyzetre megkérdezi, hogy van-e még ilyen halott látó, és elmegy hozzá titokba. És Sámuel prófétát megidézi, azt mondja, miért háborgatta le? És itt megbukik az ő királysága. Tehát itt látjuk, hogy milyen nehéz, és a mai embernek is. Hát a parlamentben van józsda. Nem szégyeljük magunkat. De a keresztet meg szégyeljük. Meg a Szent Koronát alig lehetett betenni, amin ott van a kereszt. A babonaság az mehet. Tehát kutatni a jövőt. Vedd tudomásul, testvérem, hogy Isten lehúzta a rolót. Semmi között hozzá. Az én kezemben van. Bízd rá, a sorsodat ír rám. És a proféták azok nem jósok, hanem mit csináltak? Egy-egy politikai helyzetben, nehézségben a népet mindig az Isten elé állították. Azt mondták, ha bízol az Istenben, megmenekülsz. Jeremiást majdnem agyon verték. Bevezették egy száraz ciszternába. Alig tudott megmenekülni, mert a hivatalos jósok, az álpróféták, biztatták a királyt, nem lesz semmi baj, de igen. Jön kellett el a veszedelem, a nagy birodalom. El fog vinni benneteket, de Isten veletek lesz, és visszajöttek. Miért? Mert elhagytátok az Istent. Ki csak mondjátok, hogy az Úr templom az Úr temploma. Közben pedig ott bűnöket követtek el. Ki semmizitek a szegényt, mondják a proféták. Tehát a templom szellemileg összeomlott. Ne kapaszkodjatok bele. Nem lehet bele kapaszkodni. És ilyenkor Isten elé állítja. Azért tudja idézőjelben a jövőt a proféta, mert azt tudja, hogy Isten irgalmas. Igenis meg lesztek büntetve. A templom le lesz rombolva, de Isten ígéreteihez hűséges, vissza fogtok jönni. Ez egy más, ez egy teljesen más útja a hitnek. És testvéreim, itt van valami megtörténtő. A második törvénykönyv végén azt olvassuk, olyan melankolikus megjegyzés. Nem lett többet olyan próféta, mint Mózes. Húha! Ezt persze akkor írják hozzá, amikor már proféták, mert több redakció van, többször átdolgozták ezeket a könyveket. Hát akkor Izrael tudta, hogy az a Isten ígéret, hogy majd hozzád hasonló prófétát fogok támasztani, és arra hallgass, akkor tudta Izrael, hogy ez a profetizmussal nem valósult meg. Mert egy se hasonlított Mózeshez, mert Mózesnek mi volt a nagy kiváltsága, hogy láthatta Istent. Persze, idézőjelve csak hátulról. A Szenthegyen kérte, hogy láthassalak téged, és Isten betörte Mózes arcát. Egyszerűen nem engedte őt látni, és mint egy hátulról látta meg. Tehát akkor az új próféta, ha Mózeshez hasonló, akkor Istennel barátként fog beszélni, és látni fogja Isten. És amikor az Úr Jézus halottaiból föltámadt, ezt értették meg a Krisztusban hívő zsidók, hogy ő az atyával szemtől szembe beszél. Nem, ahogy az ember imádkozik. Azért mondják, hogy talán ő a proféta, figyelsz erre, nem egy, akinek el kell jönnie. De csak az Úr föltámadása után döbbentek rá arra, hogy az Úr Jézus szemtől szembe van az Istennel. Látja Istent. Amikor azt mondja abban az éjszakai beszélgetésben Nikodémusnak, hogy mi arról tanúskodunk, amit látunk. Én felülről való vagyok, ti alulról való vagytok. Én is az Atya egy vagyok. És Jézus, amikor elmegy imádkozni, testvérek, neki fordítva van, nem az imádságra kell kiszakítani az idejét, hanem az imádságból szakad ki,
de mégse lép el, az ő személye az atyával való, szemtől szembe való léttől. Jézus maga a megvalósult imádság. Mert emberré lévén az ő személye, az énje, amikor imádkozik, akkor belevonja a pszichéjét, a tudatát, az emberi nem tudását, az emberi akaratát ebbe a szemtől szembe való beszélgetésbe. Majd prófétát fogok támasztani körödből, arra hallgass. És a könyv végén az van, nem támasztott olyan prófétát Isten, mint Mózes. És a zsidóság ezt hordozta. És ezért van az, amikor megírják az evangéliumisták az evangéliumot, amikor felismeri az a kis zsidó csoport Jézusban az Isten fiát, akkor úgy mutatják be, mint új Mózes. Ezért nagyon fontos a Máté evangéliumban, hogy ugyanúgy el kell vinni Betlehemből, mint ahogyan szurokkal bekent és kosárba tették a fáraó haragja elől Mózest, mert ő az új Mózes. Jézus maga is mondja, hogy nagyobb van itt, mint Mózes. Mert Mózes nem látta szemtől szembe az Isten. És ezért olyan csodálatos a régi mise, testvérek, de majd meg fogja engedni a Szent Atya itt is a magyar nyelven. Hiszen a zsinat nagyon súlyos összejövetel a püspököknek. És ott nagyon igaz dolgok is hangoztak el, hogy itt-ott a nemzeti nyelv meg kell, hogy legyen engedve. Hiszen a többi nép is megőrizve a latint. És nyilvánvaló, hogy majd itt is a Szent Atya belenyúl, hiszen már Szent Leckét evangéliumot lehet olvasni. És megtette azt egy nagy tudós, hogy azt éneklitek, amit én ott olvastam, Szent Anya üdvözlés, stb. De majd meg fogja azt engedni, mert nagyon szép egyszer, majd kezetekbe is adom. A szentmise végén, mikor áldást adott a pap, nem fejezi be a misét, hanem a karácsonyi evangéliumot végig kell mondani. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben az Istennél. Minden ő általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világ, stb. És az ige testélőn, itt térdet hajt a pap, közöttünk lakozik. És ebben van benne az, hogy Isten soha senki nem látta, csak az egyszülött fiú, aki az atya kedvén van. Amikor Jézus minket Isten fiúságába részesít a keresztségbe, akkor belevon minket az atyával való szemtől szembe való imádságába. A mi imádságunk Jézus imádságában van, az új Mózesébe, aki látja az Isten. Ezért mondhatjuk, kérhetjük, amit akarunk. Elmondhatjuk azt, ami nem tetszik, bármi. De mindig az egyház Jézusban imádkozik. Per dominum nostrum Jézus Krisztus. Ami úrunk Jézus Krisztus által. Ez egy olyan konok formula, hogy soha nem maradhat el. Vagyis, a mi imádságunk, aki Krisztusban újjászülettünk, és isteni természetünk van, mondjuk a magunkét, néha talán küzdünk az Istennel, de Jézus belefoglalja a maga imádságába, és a misébe ez par excel, ez az imádság a mise. Amikor azt mondjuk, hogy per ipsum et cum iscerti nitso, ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindent, Atya Isten, Szentlélekkel egységben, minden tisztelet, dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen.